Sziasztok srácok, lányok! Ez is Zsomac, mindenkit egy újabb videóban, és a mai napon Clash questezni fogunk. De mi is ez a Clash quest? Clash Quest tulajdonképpen a Brawl Stars Clash Royale Clash of Clans játék készítőinek az új játéka, mi jelenleg egy beta verzióban van. Azaz bárki még nem tudja kipróbálni, viszont vannak már módok arra, hogy hogyan lehet letölteni ezt a játékot, én is kitöltöttem le. Szóval nekem már nincsen videóm, a Brixon videóját viszont tudom ajánlani, amit az i betörénye valamint a leírásban meg tudok csekkolni, és a mai napon pedig be fogom nektek mutatni az összes karaktert, az összes varázslatot és az összes képességet a játékon belül. mivel van hozzáférésem a developer biet ez ezért minden karaktert ki tudtam maxolni, meg tudtam szerezni. Viszont az alapprofilom ezek nincsenek meg, tehát ezeket meg kell szerezni a játékon belül, el kell érni. Szóval ezek közül elég sok nincsen meg nekem, de azért utána néztem, megnéztem, hogy mit tudnak. És a mai videóban már minden dolgot összegezni fogok, amit tudni érdemes a kártyákról, mint a többi dologról. Ha szeretné még több kereskedelmes videót, akkor érezd az nekem egy kommentel, és írd is lásd is, hogy miért szeretnél pontosan. Na de, nem is tudom tovább az időt, váljunk is bele. Na most, hogy is a játékon belül, és meg fogom Mutatni, először a karaktereket, majd pedig a spelleket és a képességeket. Az első karakterünk ugye az Archer lenne, amit egyébként Clashából már ismerhettek, sőt, az összes egységet már ismeretetek Clashából, szóval aki játszott a Clash a vagy a Clash of clans az már azért jó pár karakterrel ismerős lehet. Az Archer tulajdonképpen egy sima ijász, aki hogy át tud lőni természetesen a falakon, és egyszerre egy valami tud csak lőni, és kevés élete van. Pontos lesz, ez egyébként, hogy minden egyes karakterhez vannak különböző képességek, amik közül, mint láthatjátok, egyszerre csak egyet tudunk használni. Ezeket is lehet fejleszteni egyébként, viszont nagyon-nagyon sok képesség van, és nagyon-nagyon sok különböző dolgokat tudnak, úgyhogy ezekkel ebben a videóban nem szeretnék foglalkozni. Természetesen minden karakterhez külön vannak ilyen képességek, viszont ezek csak akkor aktiválódnak, hogyha több karakterrel támad egyszerre. Említettem ezzel, nem szeretném most külön foglalkozni. Ez egy külön órás videót megérdemelne, de most foglalkozunk a karakterekkel. Az ias már nem magyaráztam, de akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki egy ias. Ugye minden szinten megvan szab, hogy milyen különböző karakterekkel tudunk támadni, azt, hogy mennyi van belőle, viszont azt mi szabhatjuk meg, illetve mi oldhatjuk fel azokat a plusz karaktereket, amikkel ugye tudunk támadni. Itt én nekem most mindigből 15 van, de például a Princeből 12 a maximum, Giantből lehetne még plusz egyem, Kából is például van a maximum. De ha nézzük egy támadást, nézzük is meg akkor, hogy az Archer mit tud. Ugye most három darab Archer van itt, látszik, hogy aktiválva van az item, és ezzel fel tudunk gyújtani dolgokat. Nyilván itt ez egy gyenge szint, szóval elég sokat fogunk tudni sebezni. Ez ne tévesztem meg, alapján nem sebe sokat az Archer, de hogy ez egy maxus van szó, és látjátok, csak fogjuk, és tudunk vele egyet lőni. Ennyit tud az Archer. Ha meg több van, akkor meg több dolgot tudunk egyszerre lőni. Nyilván, ha nem meg egyből egy Archer valakit, akkor ugye több támadásra van szükség. De szerintem beszéljünk egy kicsit több karakterről egyszerre, aztán pedig a csatán belül meg is mutatom őket. A barbár a következő karakterünk, aki egy közelharci egység is egész sokat tud sebezni, és ha sokan vannak, akkor nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen és durva tud lenni. Következő a Wizard, aki ugye egy varázsló, akinek területi sebzése van, tehát ahova támad, a körülötte lévőket is tudja sebezni, tehát szóval a körülötte lévőkre kevesebbet fog sebezni, és alapjáraton nem sebez sokat, viszont ugye az splash -a miatt szeretjük a a Prince a következő karakterünk, aki tulajdonképpen egy lovag, aki sokat tud sebezni, viszont csak egyenesen fog tudni támadni, és egész sok élete van, hanem egész sokat tud sebezni maga a karakter, és talán még az alapkarakterek közé tartozik a Giant, ami ismerős lehet nekünk Clash of Clansból, Clash royale is, aki ugye egy óriás, ő a védekező megy, és sokat is sebez. Többet nem az a védekező viszont a védekező a prioritása a Giantnek, viszont ha már nincsen védekező akkor rá tud menni másra is természetesen, és több Giant egyébként nagyon nagyon erős tud lenni, rengeteg, rengeteg élete van, ami fontos, ugyanis az ellenkező egységek is támadnak, ugye? Na de akkor nézzünk is meg egy szintet. Látjátok, hogy itt például vannak falak alapból, ilyenkor érdemes hogy a vizárdot használni, ugyanis, mint látjátok, sebzünk a vizártával és a körülötte lévő egységeket is tudjuk sebezni. Tehát, ugye itt fontos először, le letük rombolni a falunkat. Látjátok, hogy ott a koponya, tehát, hogyha nem használjuk ezeket a barbárokat, akkor meg Halni. Nos, ott van az a kisikon a Giant, a barbár és a Wizard mellett, ez jelenti azt, hogy az item aktiválódik, minden egyes karakternél ez más vonatkozik, tehát például barbárnál azt hiszem három kell, azért láthatjátok, hogy giant és wizard 2 már kettő darab egységnél aktiválódik az item, de egyébként lehet az itemtől is függ, nem tudom, ez bonyolult. Na de, akkor nézzük meg a barbarek hogy mit tudnak, Ö, alapjáraton ők ugye egy dolgot tergetelnek be egyszer, és természetesen általában mindenki a legközelebbi egységre megy rá. És egyébként bárkire rámentek. Ugye megjelenik azt, hogy kit tudna sebezni, merre tudna támadni. Látszik, hogy a Giant a védekező megy rá, de ugye itt csak védekező vannak, de vannak aranytárolók például, valamint a ligában pedig vannak különböző plusz épületek még. Szóval ezt érdemes észben tartani. Látjátok, hogy a Prince azt, hogy ezt Teli egyenesen tud támadni, a barbár ez ugye nem teli egyenesen, tehát ők például ki tudja kerülni a falat. Na de itt például érdemes a vizárdot használni, mert ugye itt le tudunk vele szerni több épületet is. És érdemes mindig figyelembe venni azt, hogy ki halna meg. Látjuk két prince az előre tud támadni, de azt mondjuk akkor egy giantet is, csak hogy bemutassam. Érdemes egyébként több egységet összegyűjteni, tehát azért nagyon-nagyon erősek tudnak lenni. Például ugye a giantek ugye, mivel általában az item miatt valamint alapjáraton is nagyobb-nagyobb kombót tudunk szerezni, és ha megnézitek, akkor itt van, hogy három darab Barbára támadok, ott vagy hármas kombó plusz 40 -t. Tehát 40 százalékkal többet tudunk sebezni, mert ha megnézitek, hogy kettővel támadunk, alig tudunk egyet lerombolni, viszont szóval hárommal támadunk, mind a kettőt le tudjuk rombolni, és bele is megyünk, és le is romboljuk. Szóval érdemes kombózni ezeket az egységeket nem véletlenül. És hát ha tetszik a videó, akkor ne felejtsétek el egy lájkot nyomni, valamint, valamint, ha még nem vagy feliratkozva, és tényleg tetszik a videó, akkor nem tudom, miért nem iratkoztál még fel. Úgyhogy csap rá a feliratkozás gombra, csap rá a lájk gombra, ha még nem tetted volna meg, és hát akkor ilyet a következő kártya. Karakter, nem tudom, mindig kártyázom a karaktereket. No, de akkor térjünk át a többi egységünkre, a goblinra, valamint a pekkára. A goblin az tulajdonképpen egy kobold, aki nyilván a koboldok szeretik az aranyat, úgyhogy az aranyra megy rá, viszont az aranyra dupla annyit sebez, szóval kétszer annyit tud sebezni, hogyha aranyat támad, és ugye azt priorizálja természetesen, természetesen. Tehát, hogyha már nincsen több arany a pályán, akkor pedig ugye nyilván minden másra rámegy. Viszonylag kevés életem van, viszont egész sokat tudna sebezni, pláne sokan vannak. Nem sokára nem megmutatom, hogy mit tud. Van egy pekkánk is, aki egy nagyon-nagyon erős csaj egyébként, mert a pekka az egy csaj. Nekünk sok élete van, és nagyon-nagyon-nagyon sokat tud sebezni. Ez lát, hogy maximum, ha, meg, ha kimaxoljátok, az összeset, 5 darab pekkátok lehet, szóval ez elég kevés. Azt kell mondjam, viszont szinte majdnem mindenkit le tud szedni együttésből, és szinte vagy ugye nagyon-nagyon sokat tud bele sebezni, szóval érdemes őt ráküldni az olyan egységekre, akinek sok élete van, nagyon le szeretnénk sebezni. De ugye egy dolgot tud egyszerre támadni, szóval erre vigyázni kell. Pekka még egyébként nincsen meg nekem, szóval nem tudtam állokolni, de nézzük is meg akkor, hogy mit tudnak. Itt látni egyébként, hogy uh, nincsen fal alapjáraton, néha ott alapból is van fal, ez mind pályafüggő. Ha megnézitek, 440 élete van az Inferno távának, és nagyon-nagyon sokat tud sebezni, de például a Pekkával van satalom, mert 1500 at sebez, és uh, goblinok pedig, mint láthatjuk, rámenek az aranyok, csak véletlenül elkattintottam, és miután nincsen már arany, rá tudnak menni másra is. Most, most szerintem elintézek uh, mindent ezzel az Archer kombóval. 180 os Tehát láthatjátok, hogy mennyire, de mennyire fontosak a kombók. Nos, és most van itt egy pekkem, amit ha megnézitek, akkor ki is tudná lőni. De ugye alapjáraton nincs annyira sok élet az egységeknek, de hogy például megnézzel a Goblin? rettenetesen, rettenetesen durva, viszont nem tud eljutni, látjátok a bal felső aranyig. Azt, hogy pontosan miért azt nem tudom, meg hogy hogyan működik ez a rendszer, de néha nem mindig tudnak eljutni az adott helyekre, de látszik, hogy rámegy az aranyra, hogy ott jobb oldalról be tudott menni, ott ugye pedig nem tud bemenni, menni, valószínűleg a sok épület miatt túl közel vannak egymáshoz. Úgyhogy így kell a goblinokat elképzelni. Most küldünk egy giant megnézzük, hogy mi lesz vele. itt ugye nagyon sok Inferno Tower van, úgyhogy azokkal nagyon-nagyon vigyázni kell. Itt azért annyira nem jön ki a Pekkának az ereje, viszont egy későbbi szinten megmutatom, majd ott azért látni fogjátok, hogy mekkorát tud csapni, de látszik, hogy szinte, szinte bárkit le tudunk vele ütni. Együttésben. Az utolsó két egységünk pedig a Bomber, valamint a Baby Dragon. A Bomber szinten ismerős lehet nektek a Clash royale Ő egy hasonló egység, mint a Wizard, viszont többet sebez, mint láthatjátok, és extra sebzése van falakra. Tehát falakat lerombolni vele elég jó, amik ugye vagy akár elő vannak, vagy akár fölül, és a felső falakat lerombolni, akkor a következő szinten nem lesz ott az egységek előtt egy fal, szóval elég hasznos tud lenni a bomber. Viszont ő csak egyenesen tud támadni, és csak messzebbre, tehát nem tud maga támadni egyből, hanem messzebbre kell támadnia. Szóval ezt figyelembe kell venned akkor, amikor használod. És végül nem utolsó a Wave jelenleg az utolsó egység a játékban. Aki repül, bár ez nem adhat. És nem is veszel semmit az egységtől, és ő egyenesen előre törve tud támadni, tehát nem úgy működik, mint klasyában, hogy területi sebzése van, hanem előre így átrepül mindenként egy sorban, és úgy tud sebezni. Viszont uh, érdekes, hogy a cannon is tudja sebezni, szóval ez, mint említettem, nem ér sokat az, hogy repülni tud. Nézzük meg először, hogy a bombárt hogy mit tud. Most itt egyetlen egy darab bomber van. Látszik, hogy nem sebes sokat, úgy mint a vizárd. Hiába sebez többet, mint a vizárd, nem sebes sokat. És uh, nem az első inferior támadja meg, hanem a hátsót. És látjátok, hogy előre dobja a bombáját, és körbe viszont sebzett. Most ezt a sok elhasználom csak azért, hogy jöhessen uh, egy bomber, remélhetőleg. Yes, yes, és láthatjátok, hogy itt a bomberek, ugye most itt le tudja az Archer Tower-t, tehát valószínűleg ők is egyébként többet tudnak sebezni, meg szóval megvan a ható távolságuk, hogy hova tudnak milyen messzire dobni. Tehát itt például nem tudnak feldobni teljesen, mert például meg tudnak a mortát, akkor ugye a falat is tudnak sebezni, de ugye nem tudnak oda már sebezni. Úgyhogy ezt figyelembe kell venni akkor, amikor uh használjátok, de próbáljuk ki egyébként, mert uh, ki akarom próbálni ezt, hogy extra sebzés a falakra, viszont szóval megint nem értünk el odáig, még hogy... Na, leromboltam összes falat, ügyes vagy Zsombor. Na, láthatjátok, hogy itt már ugye, mivel az sorban vannak, ezért a vizárdot uh, tudjuk megtámadni, és viszont ott van az, hogy a falat is támadja meg, és látszik, hogy egy dövésből szétszeri a falakat ami elég OP. Szóval nagyjából így kell elképzelni a bombert, érdekes karakter. Nem rossz, nem rossz. Na és akkor nézzük meg a Baby aki nem olyan, mint amire számítottam egyébként. Tehát látod, hogy most két Baby van, viszont nincsen kombó, és láthatjátok, hogy ilyen egyenes sávban támad, szóval így szemben átrepül mindenem, viszont mindent sebez. Tehát nem csak egy dolgot, hanem én mindent lesebez egyszerre. Most használjunk egy kevés bombert, csak ha megnézzük mi újság. Aztán várunk a Baby Dragonokról, közben a furnace, uh, előre termet a kis uh, hát uh, szörnyecskét, vagy minek is hívjam ezeket, nem tudom. De akkor nézzük meg a Baby hát nem sebez túl sokat. Nem se túl sokat, lehet, lehet, hogy őt is csak kombozva éri meg használni, mert mint látszik, hogy így nem ér túl sokat, maradjunk annyiban, nem ér túl sokat, aztán lehet, hogy jó, csak nem tudom, hogy hogyan kell használni. Én az, hogy így kell elképzelni a Bave ezt tudja, én, én azt hittem, hogy tényleg valami területi lesz, de akkor ugye nagyon hasonló lenne a bizártó szóval lehet, hogy ezért döntöttek úgy, hogy ne ez legyen. ezzel a végére értünk az egységeknek, most jöhetnek a spellek. Amiben van Fireball, Rocket, Zap és Lock, tehát négy darab spellünk van, képességből is négy van egyébként, ezeket itt találhatjátok. A Fireball az egy 3x3-as területen tud sebezni. Nyilván ugye szintől függően, viszont ezzel nem fogsz tudni általában leszedni egy egységet, legalább kettő szokott kelleni általában egy épület leszedésére, és szóval akkor ugye egy 3x3-as terület, tehát akár 9 darab egységet is tudunk vele egyszerre szóval elég elég jó tud lenni. Szóval van -e mellett a rakit, ami egy dolgot tudunk egyszeresebb, ez viszont arra rettenetesen, rettenetesen sokat tudunk szedni, mert az inferno aminek nagy életük van, ezeket le szedni a rakéttal. ugye bárhova tudjuk küldeni a spelleket a pályán. A harmadik spellünk a zap, ami szintén is mert is lehet nektek Royale-ból, ezzel zeppelni, avagy így lefagyasztani tudjuk egy kicsikét az ellenfeles egységeket, illetve a védekező egységeket, és nyilván sebezni is tud, és gondolom én szintől függően, de nem vagyok ebbe biztos, stánnoljuk, azaz négy körig például, mint itt láthatjátok, nem tud az ellenfélnek az egysége, amire láraktuk támadni. Szóval tulajdonképpen megálltuk a támadástól, és sedzünk is bele kicsikét. Ez nagyon OP, viszont ez egyetlen egy épületre érvényes. Végül de nem a log az utolsó spell, ami szintén működik, mint lerakod, és egy sávban tud sebezni tulajdonképpen egységeket. Úgyhogy így kell elképzelni a logot, nézzük is meg a valóságban, hogy ezek hogyan néznek ki. Kezdjük akkor a fireball amit már egyébként a játék legelején fel tudtok majd oldani. Látszik, hogy egy 3x3-as terület, viszont látszik, hogy nem tudunk vele semmit leszedni, sőt, itt kettő darab egység sem. Sőt, itt kettő darab Fireball sem volt elég egyébként, mit láthatatok, hogy leszedjük a védekező egységeket, viszont azért látszik, hogy elég szépen legyengítettük, és így azért már jóval könnyebb lesz leszedni őket akár milyen egységünkkel. Tehát ez a Fireball. Nézd meg most a Rakitot, ugye, amivel nagyon-nagyon sokat tudunk sebben, tehát 860 élete van például ennek a Wizard de ennek például 1400. Láthatjátok, hogy a Rokittal szinte bármelyik egységet le tudjuk nyilván a Tesla emberi a föld alatt van, de hogy 1600 élete van, ami rengeteg, és le tudjuk szedni egyetlen egy rakét a lövésből, tehát ezzel így, amik uh, nem tetszenek nekünk, azokat csak így fogjuk és lesz Én ezt általában Inferno kezd szoktam használni, de nyilván ez pályát a függő, mert itt például nincsen Inferno távol. A következő spellünk a Zelp, hogyha nézzük is csak ez mit tud. Egyébként általában csak egyetlen egy spellet tudsz használni egy pályán, kivéve a ligából, ott ugye többet is össze tudsz halmozni. Látszik, hogy csak itt vannak az egységek. Figyeljétek meg, hogy az x kettő darab ö, kör van. Rányomtuk. Most már 6 darab kör van, azaz 2 darab kört hozzáadott, és egy picikét le is sebzett belőle, szóval uh, kevesebb is az élete mostantól kezdve. Szóval itt ezt érdemes uh, figyelni, én ezt leginkább egyet Inferno táborok ellen használom, és ők a legdurvábbak, bár ugye a Teslák is elég kemények, de látszik, hogy ugye most le van fagyva, és jó pár körig ugye nem működik az az egység, szóval ez tök menő, itt rányomunk egyet, itt plusz hozzáadott plusz kört, és uh, látszik, hogy az Inferno táver, ez nem adott hozzá négyet, ez mondjuk érdekes, de nem tudom, hogy ez pontosan hogyan működik, minden esetre látottátok, hogy le fel fagyasztani, valamit sebezni tudunk mindenkit. Ha nézzük meg, kettő darab kör van rajta, az Inferno Tower és négyet ad hozzá, akkor nem tudom, mi volt az a bug az elején. Végül nézzük az utolsó spelt, a logot. A logot, amivel ugye egy sávban tudunk sebezni, mint láthatjátok, a falakat azokat szereti egyébként, tehát látszik, hogy le tudja szedni. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy Baby Dragon, tehát a Baby Dragon is úgy, hogy egyszerre uh, le tud menni egy sávban, ez szóval ugye a Clash is előre gurul ez a farunk, nagyon menő az animációja, és így le tudunk vele szedni egy sávban bárkit vagy bármit nyilván, attól függ, mennyi élete van. Na de térjünk is át a képességekre, Swap, Charge, Retreat és Rush. A Swap card annyit tud, mint ahogy a nevéből is illetődik, Csere. Annyit jelent, két darab kártyának a helyét meg tudjuk cserélni. A második képességünk a charge. Ez annyit tudunk csinálni, kiválasztunk egy egységfajtát, és az összes egységfajta, aki a mezőn van, egyszerre támad, attól függetlenül, hogy csatlakoznak egymáshoz, vagy nem. Ez nagyon-nagyon OB -nagyon tud lenni, viszont általában kevés lehet ezeket használni. A retreat az visszavonulás jelent, tehát egy kártyára, ez visszavonul ha vannak még maradandó egységeid, akkor ez a kártya visszavonul, és egy másik jön a helyére, ugye hátúra. Ha pedig nincs már plusz egységed, akkor a visszavonult egység az valahova random ki fog jönni. Én ezt nem tartom annyira hasznosnak, de vannak olyan szituációk, ahol jól tud lenni, és végül a rás az utolsó képességünk, amennyit tud, hogy körön kívül, tehát egy kör elvesztegetésen nélkül egy egységet tudsz támadni, úgyhogy az duplát fog sebezni, tehát ez egyetlen egy egység lehet, tehát hiába van több egymás mellett például, tehát nem tudunk több écsére támadni egyszerű, egyetlen egy egységet tudunk támadni, viszont az duplát fog sebezni, és nem vesztegetünk el egy kört. Viszont az egység az meghal ugyanúgy. A swep -el elég gyakran fogtok találkozni egyébként, és azt érdemes vele csinálni például például, hogyha szeretnénk mi mondjuk goblinokkal támadni, először csináljunk azt meg, hogy több goblin legyen a mezőn. Charge a következő képességünk, amit hogyha kiválasztunk, akkor nyilván bármilyen egységfajtát ki tudunk választani. És láthatjátok, hogy az összes egységfajta fog támadni attól függően, hogy össze van -e kötve vagy nem. Rányomunk a goblinra, és az összes jelenleg a mezőn lévő goblinnal fogunk tudni támadni, ami ezért rettenetesen erős tud lenni. Itt például a barbárokkal sokra nem megyünk, mert az összes barbár összecsatlakozik egymáshoz. Hogy most itt például nem érdemes ezt a kártyát használni, viszont meg is indultunk támadással vele. Nézzük meg, hogy most megéri-e. Őszintén nem, úgyhogy ezt le is szedjük. Jött is a következő, és például itt, hogyha ezt benyomjuk és rányomjuk a baby dragonra, akkor az összes baby dragon támadni fog, azaz minden egyes sorban uh, indíthatunk támadást. Nem tudom egyébként, hogy ez a kombót hozzáadja-e, tehát hogy uh, szerintem, szerintem a plusz kombót nem ad hozzá, tehát látszik, hogy a baloldali goblinok azok itemesek, a jobb oldal viszont nem. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni, viszont ezt tudja a charge. Na nézzük csak azt a visszavonulást, ez talán tudunk, hogy rányomunk, vissz... rányomunk a gentre, eltűnik, és jön a helyette egy új kártya. És hogyha pedig nincsen már plusz egységünk, hogy ez a kártya az valahol random fog jönni. Nyomunk egy visszavonás, ez mondjuk nem tetszik, mondjuk így azt tudunk hozni egy kombót, szóval azért szerintem jó tud lenni ez a képesség is, viszont nyilván ez nagyon-nagyon kevés alkalommal tudom én elképzelni, hogy ez jó legyen. Na, és most láthatjátok, hogy már nincs több plusz egységem ott az alsó sarokban, és ez azt jelenti, tulajdonképpen, hogy ha valakire rányomok, akkor az valahol meg fog jelenni random a hátsó sorban. Most jobb oldalt jelent meg, de a rányomok, akkor lehet, hogy bal oldalt, vagy lehet, hogy teljesen másra fog megjelenni, szóval ezt tudja a retreat. És végül, de nem utolsó sorban a rás, amivel ugye egy egységgel tudunk pluszba támadni körön kívül. Tehát hogy hogyha támadunk egy egységgel, akkor egy kör eltelik, és az összes ellenfél védekező egysége közel lesz a támadáshoz. Viszont, ami mondjuk nagyon-nagyon szeretnénk támadni, mondjuk ezzel a giant-tel, akkor ki tudom jelölni, vagy, vagy akármelyik egységed, de ugye csak egyel, kialálom ezt a giantet, támadunk, és láthatjuk, hogy a kör az nem megy lejjebb, tehát például most a goblinra, és akkor le szedni ezt a vizár távart körön kívül, viszont nyilván az egység, akivel támadunk, az meghal. Azért ez nagyon-nagyon hasznos tud lenni, ráadásul dupla sebzése van annak az egységnek, amit így használunk, szóval ez elég OP, én azt gondolom, elég OP. Szóval nézzétek meg, alapjáraton ennyit sebez egy Giant, viszont hogyha erre, akkor látszik, hogy már is kétszer annyit sebez, és körön kívül tudunk ugye támadni, és ugye akár többiet is el tudunk egymás után használni. Szóval ezért ez elég OP szerintem ez a képesség. Viszont a végre is értünk az összes képességnek, az összes spellnek, amit az összes kártyának. Köszönöm szépen, hogy végignézték ezt a videót. Remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy el tudtam magyarázni, meg tudtam mutatni nektek mindent. Köszönöm hát szépen, szeretnék, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomotok egy lájkot, like iratkozzatok fel, és írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek-e még több darab Clash videót. Én nagyon, -nagyon szívesen csinálnék, hogy nagyon, -nagyon élvezem ezt a játékot, viszont nyilván azért ez nem egy Brawl Stars, és nem lehet úgy belőle kontentet csinálni, mint a Brawl de azért egy-két videót nagyon, -nagyon szívesen csinálnék nektek. Írjátok le kommentben, szeretnétek-e még valamit, csapostok egy lájkot, ezzel is ez számomra, hogy tetszik ez a videó, és hogy szeretnétek-e még többet. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok velem, ma is találkozunk a következő videóban, vagy live streamben. Sziasztok!